A selejtezőket követően 9 csapat részvételével rendezték meg a Nyíregyházi Városi Stadionban a 4. korcsoportos labdarúgó diákolimpia megyei döntőjét. 3 kispályán 4+1-es felállásban futszalos szabályok szerint mérkőztek meg egymással a részvevő együttesek. A többi korosztály küzdelmei már korábban befejeződtek, és a szervező szerint nagyon sok tehetséges fiatal mutatta meg tudását a megyei döntőkben. A korosztályokat figyelembe véve, főleg a második korcsoportnál a Móra és a Móricz csapata Nyíregyházáról játszotta a döntőt, de bizton merem állítani, hogy bármelyik kölyük az országos döntőn is dobogóra kerülhetett volna. Ez a Móricznak adatott meg, én biztos vagyok benne, hogy ott is kitűnő eredményt fognak elérni. Kitűnő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, ebből is látszik, hogy a megyében óriási tehetségek vannak, ebből érdemes meríteni, de aztán látjuk, hogy az ország különböző pontjain, és nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe tűnnek fel ezek a gyerekek. Én bízom benne, hogy egyre többen azért itt fognak maradni a megyénkbe. A nyírteleki általános iskola csapata a tiszavasvári körzet legjobbjaként került a megyei döntőbe. Az együttes edzője szerint számukra már az is nagy eredmény, hogy a legjobbak között lehetnek. A srácok nagyon szeretik a futballt, heti egy edzést tudunk erre folytani az iskola keretein belül. Ők egyébként a helyi egyesületbe is mozognak, tehát ez nem egy alkalom, hanem több. A tornát végül a Regujantal általános iskola csapata nyerte, így a Baktalórendháziak képviselhetik majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét Miskolcon a júniusi országos diákolimpiai döntőben.